Sziasztok, itt vagyunk Kecskeméten, Homokbánya Kollégium 1-es busz végállomása, és jöttünk Újbökszelni itt a régi laktanya területére. Nekem ismerős a környék, mert itt voltam kollégista 3 évig. Majd azt meg fogom mutatni, úgyis arrafele fogunk menni. Nézem, viszont azóta rengeteg házat itt már elkezdtek felújítani, vagy már fel is újítottak. Úgyhogy egyre kevesebb régi épület van. Tehát azért, de még van, úgyhogy fogunk még találni itt a mögöttem lévő is, ahol a buszforduló van, az még nincs felújítva, meg ez se. Úgyhogy majd meglátjuk, majd mi megyünk tovább aztán, meg megnézzük a többit. És itt van a 152-es vasútvonal, egyébként innen egy iparvágány ágazott ki, csak azt úgy látszik, hogy eltüntették, és itt volt a gázolaj átfejtő, de ide is már hordták a sittet, és már itt nem marad semmi nyoma. Talán még itt az aszfaltban a sínszálakat megtaláljuk. Hát megkeressük hátha. Egyébként ez 2008-ban is már itt a sínek nagy része el volt lopva, de akkor itt még látszottak a nagy tartályokon beátfejtették a gázolajat. Ugye ez az egész környék, ez egy orosz laktanya volt, és 1989-ig vagy 1990-ig voltak itt az oroszok, és az oroszok kivadulásával volt sokáig. Ugye ez kihasználatlan, meg lakatlan az egész, és itt van, ezt nézzétek, itt van a sín. De egyik, tehát ennyi látszik belőle, ennyi maradt meg. És mondom, itt ment tovább, itt volt a gázolaj átfejtő. Tehát ide a tartálykosig hordták a gázolajat a laktanyába, és annak volt itt az átfejtője. Hát ebből már semmi nem maradt, mert ugye tehát itt nagy építkezések vannak a környéken, és a sittet hordják ide. Tehát itt betemettek mindent. Viszont a vágány az itt van. Ennyi maradt meg belőle. Akkor a 2000-es évek elején kezdték el újra hasznosítani ezt a környéket. Kitelepült ide a Lestár középiskola, meg később a Kecskeméti főiskolának azért a két koleszát. Egyébként én is itt laktam abban a sárga épületben 3 évig, mint voltam kollégista. És mostanában pedig úgy láttam, hogy több épületet is felújítottak lakóházként. Akkoriban, még 2008-ban is két ilyen panelház volt megcsinálva a lakóépületnek, ott a Lestár iskola mellett. És akkor még terve volt, hogy megcsinálják még a harmadikat is koleszak, ami itt a másik kettő mellett van, de az úgy látom, hogy ez most se sikerült. Viszont egyel arrébb meg kiépült a tudásház. Ez egyik ilyen régebbi szállóépületbe. Ezt nézzétek, hát most ugye a szemetet azt rendületlenül hordják ide, ez nem volt 12 évese másképp. És itt volt egyébként az egyik oldalrakodó, itt ide vezettek be a sinek, és innen ment az egyik tovább arra. Hát közben itt látjátok, a szemetet azt rendületlenül hordják. Ott van egy porszívónak az eleje, ott amit látok, ETA 400-as, ami hasonló nekünk is volt. Ott van egy másik porszívó is szépen szétkapva. Hát meg itt valahol láttam egy tévét is, de az most nincs meg. Hát meg egy-két autógumi. Ja. Hát ilyen régi CLT TV is van. És itt van egy épület, szerintem ez volt egyébként itt a... Most írtam, most nem tudom, pedig akkoriban még azt is összeszedtük, hogy melyik épület mi volt, de erre most én nem emlékszem, hogy ez mi lehetett, de majd bemegyünk és megnézzük. Hát, ha akkor eszembe jut. Igen, na tessék, látjátok, itt volt az egyik hangár. Itt tárolták az elvtársak a katonai járműveket, vagy itt is, egyébként van több ilyen is. Ahol annó tankokat mindent tároltak. Az egyikből egyébként ott a régi kettes koli mellett ott csináltak ilyen szórakozó helyet. De majd azt is meg fogjuk nézni. Na milyen adás megy a tévében, nézzük meg. És akkor nézzünk széjjel itt ebbe a régi hangárba. És egyébként ezek voltak egyébként a katonáknak a szállásai, ezek a régi ilyen lapostetős épületek, hát két ilyenből alakították ki a koleszt modernizálva. Nézzük, hát ott is a kopolit üveget is összetörte ott már valaki. Hát igen, azért a vandalizmus az itt is megvan, nincsen helyen, és most úgy láttam, hogy lakóházakból is többet alakítottak ki, tehát ugye állandó lakók is vannak. De hát legalább hasznosítják valamire. Ennek mondjuk örülni kell. És itt voltak a szállás épületek. Hát az összes így nézett ki, mint az ott szembe.
És ez a, és 2008-ban még, mikor végeztem a főiskolán, még az volt a terv, hogy, ezt is megcsinálják kolásznak, úgy, mint a másik kettőt. Hát ez úgy látszik azóta is csak termaradt, bár ki tudja, hogy azt a másik lakóépületet, meg a többit lehet, hogy valamelyiket kolásznak szánják, ezt nem tudom. Majd de viszont benézünk ebbe a kis helyiségbe. És szintén ez valami raktárhelyiség lehetett. Hát látjátok, azért vandalizmus itt is megvan. Villanyvezetékek kiszaggatva a falból. Látjátok, ellopták a villanykapcsolókat is. De a hűthelyük azért megvan. Meg egy-két helyen látszik, hogy hol mentek a villanyvezetékek a falba. Úgyhogy van, amit már nincs értelme üldízni, mert ma úgyis elloptak mindent, amit el lehet. Ez pont ilyen. A másik kettő az csak a raktár, ahogy láttam. Hoppá. Hát ez mi? Ja, itt van. Ja, ez egy WC volt, igen. Hát igen. Ez a WC volt. Csak a WC-csészéket már elvitték. Felettél durva és antiszociális emberek jártak erre. Ja, igen, ott a mosdópegylót szétverték. Úrbekszelés egyik szabálya, hogy mindig nézz a lábad elé, hát látjátok, itt vannak itt ilyenek, kívülső, hogy ez valami akna, aminek ellopták a tetejét. Úgyhogy lábad elé nézni mindig. Ilyenek lehetnek. Hát egy újabb, üresen álló épület. Hát, nézzük be. Hát itt is van mindenféle. Hát, ez mi lehetett, azt nem tudom. Ah, de itt is. Ott van egy kötődoboz. Igen, ott is elkezdték a... Hát meg itt azért a természet is tette a dolgát. Igen. Csempéből is tűnnek el. A WC az itt volt. Nem sok minden maradt belőle. És hát itt néz ki belülről. Igen, ez volt ez az épület, az itt áll a... Hát a nem létező hármas, vagy inkább négyes koli volt ez, mert érdekes volt a hozzás, hogy két kolasz volt a suliba, és az egyik, ami távolabb volt, az volt a kettes. Ez a sárga pedig, amiben én is adtam, az a hármas, tehát egyes nem volt. Ezt nem tudom, hát ez valamilyen oknál fogva ezt így nevezték el akkor, hogy van a HB2-es, meg a HB3-as koli. Meg hát ugye volt akkor még a Jász utcában, ott a munkásszálló mellett, de az bérlemény volt. De ott is volt kollégium, legalábbis a Banfnál. És akkor gyárkod már megpróbálunk itt bemenni. És akkor itt van egy tipikus szállóépület. Ilyen lépcső fölfele, és a folyosó erre. Tehát itt voltak a szállások kialakítva. És valahol megvan a mosdóblokk is. Valószínűleg itt volt a vizes blokk. Igen. Itt voltak a WC-k. Szájtjátok, meg talán még az monitók is. Aha. És a piszavárok, amik egész jó állapotban fönn is maradtak. És akkor még itt. Hú, itt is azért szerintem itt lehettek a zuhanyzók, mosdók, agylók, ma minden így összetörve. Hát ez volt a vizes blokk. Ez lehetett szerintem egy tipikus hálókörlet, tehát itt lehetett, vagy hát szerintem 4 vagy 8 emeletes ágy lehetett egy ilyenbe, és kb. 16-an ebbe elfértek. Vagy nézzük meg egy másikat. Tehát itt valószínűleg, tehát azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4 emeletes ágy ide befért. De pontosan hogy voltak itt a bakák, azt nem tudom. De biztos, hogy nem olyan szellősen, mint mi a kolászban. Felújítás után úgy volt egy ilyen szoba, hogy 2+2 ágyas, tehát egy két ágyas szoba. Meg, és a kettő között volt egy vizes blokk, ami közös rész volt, ott volt a hűtőszekrény, ott volt egy WC külön,
és a zuhanyzó, és szintén két mosdókagylóval. Meg minden emeleten volt egy konyha, ilyen kis egyszerű, volt ott egy ilyen villanyfőzőlap, meg egy mikrósütő, meg szekrények, meg minden második emeleten volt egy kijelölt dohányzóhely. Tehát, amikor még először ide beköltöztem a kodászba, 621-es szobába raktam a kettes koliba, pont a cigizde mellett volt, ami ugye néha előnyös volt, már a lift is közel volt, de egyébként már mindig ott volt a lamazuli, amikor éppen buli hangulat volt, akkor ugye ott a cigizdébe voltak, és hát ugye akkor nem halkak az emberek. Mondjuk engem nem zavar, szobatársam volt inkább. Tétek, hát ez nem tudom milyen helyiség lehetett szintén, viszont ott a falon látszanak a radiátorok nyomai. Hát azokat már ellopták valószínűleg, ugye itt minden graffitisek is bejárnak, mondjuk az alapvetően ilyen helyen nem probléma, mert a graffiti az ide való, tehát itt még akár szépet is lehet alkotni. Egyébként voltak is itt ilyen szebb graffitik is, volt, amikor csak azért mentem egyszer végigfotózni az üres épületeket, hogy graffitiket dokumentáljam. Mondom, nem vagyok én a graffiti ellen, csak nem, ez egy műemlékekre való, meg főleg nem új vonatokat összevasz, de régieket se kéne, a takarítás az meg sok pénz, de hát ilyen helyeken, mint itt senkit nem zavar. Tehát itt nincs vele probléma. Tehát miért? Hát akkor itt is ez. Szerintem valami közös helyiség lehetett. Itt, hogy minden ablak alatt volt egy radiátor. Itt ugye már a csöveket is ellopták. Hát igen, hogy ez mi akart lenni, azt nem tudom. Hát, de hát látszik, járt ide más is. Tehát egy-két szép dobált södös üveg, meg energia italos doboz az van. Meg láttam már kőműves aktivált is, tehát még lehet, hogy dolgozni is járt ide valaki. Humán politikai input-output manager voltás. Egyébként volt olyan azért, tehát még 2005-2008-ig még találtunk civilbetűs feliratokat is, sőt még működőképes villanykörtét is azért találtam egy helyen, amit még használtam is a kodászt, amikor azért kiégett az olvasólámpámba az áram, ugye a körte, akkor találtam egyet, ami működött, és azt használtam. Egészen addig, ameddig nem végeztem a főiskolán. Szokásos adó villanyvezeték. Itt valami megmaradt. Hát itt valószínűleg villanykapcsoló volt, csak fázis van, meg nulla földelés nincs. Na, innen már jó a kilátás itt a légyézé, de ez volt egyébként az egyik hangár, amit felújított a főiskola, és ebből csináltak ilyen buli helyiséget. Ott mellette lévő épületen meg kialakítottak vizes blokkokat. Hát úgy látom, hogy nem sok minden változott, de hát meg fogom majd nézni. Akkor körbe is kerítették, úgy látom, zólkerítéssel, de nem baj, majd akkor megkerüljük és úgy megyünk be. Hát hogy erre mi volt, azt nem tudom. Egyébként az elrendezés az hasonló szerintem az egész szinten, úgyhogy legfelsőre még érdemes fölmenni, mert ott szerintem még lehet, hogy hát igen, valószínűleg az elrendezés az, sőt biztos, hogy az ugyanaz. És látjátok, feljöttünk a legfelső szintre, hát itt már a vak alatt teljesen. Hát viszont maga az épület az még szerkezetileg meg megvan, csak vakolat meg a többi az, ami potyog lefele. És hát akkor gyerünk tovább. Na hát itt pedig már itt lehetett kivenni a tetőre, csak ellopták a vaslétrát is. Kár egyébként kimentem volna. Hát itt pedig meg már növényzet is van. Van ahol egyébként már fák is elkezdtek nőni, bent a házba, vagy az épület tetején. Annak azon az ablakon kinézünk. Innen jó kilátás nyílik a volt koleszomra. Hát nem ezen az oldalon laktam, hanem a másikon, de... Aha, és már modern idők szele ide is elért, mert napkollektorok az laktak a tetőre. Ja. Na, azok nem voltak ott, az nem az. Ja, de napkollektor, akkor az a másik, az meg napelem. Tehát mindig keverem a kettőt, az egyik az áramot csinál, a másik meg meleg vizet. Ja. De szerintem az lesz a napelem, mert nekünk is olyan van a háztetőn, és az áramfejlesztő. Ja. Az a másik, az szerintem napkollektor, az meleg vizet csinál. Ja, vagy fordítva. Most
Nem tudom, az egyik melegvizet csinál, a másik meg áramot, de az, és az egyiket napelednek hívják, a másikat meg napkollektornak, de... Na, az mindegy. Hát igen, itt is ez van, mint máshol itt a... De ez itt a legfelső szint, hát itt is látszik, hogy itt azért már közelebb van a tetőhöz, jobban eszi itt a gyakorlatot. Az eső itt jobban rongál, meg ilyen természet. Mert látszik, hogy azért kopott itt le teljesen a vakolat, mert ugye itt hullik rá az eső, aztán jó, ilyen szépen csendesen áztatja. Azért kell még egy-két ilyen most, mert itt a födém az nincs rossz állapotban, de sok ilyen helyen azért kell vigyázni, mert ha nagyon átászik a födém, akkor leszakadhat, de hát itt ilyen vasbetonból csinálták, az meg az elég sokat kibír. Na, látok, hogy volt egyszer egy villanyvezeték, és nagyon jó kivehető, hogy merre. Hát ezt is szépen, ezt valaki kiszaggatta a falból, mert úgy gondolta, hogy jó lesz otthonra. Egy 1000 éves vezeték, amit már ki tudja hányszor terheltek agyon. Nem tudom, mit kezdve le. Én biztosan nem építenék be ilyet. Bár hallottam én már a legszélebb esetekről is, meg láttam is. Egyébként itt a felújításnál úgy csinálták meg a koleszba is, ahol szemben van, hogy ide rakták a liftaknát, vagy nem itt volt, mert itt a szobák voltak, hanem a liftakna az ott volt így szembe. Tehát itt volt egy lift, amelyik így megállt minden ilyen fél emeleten. Tehát összesen 8 szint volt, és lement a pincébe is. Tehát ugyanígy itt voltak a koli szobák kialakítva. Csak ugye mindig, és itt folyamatosan nem volt ott olyan egyterű rész, hanem végig szobák voltak kialakítva, de minden szinten volt itt ezen az oldalt egy konyha. Meg voltak olyan szobák, amik duplák voltak. És főleg ezek a sarki szobák volt, ami nagyobb alapterületű volt, és duplák. De azok főleg az ilyen párkapcsolatban élőknek voltak fenntartva, őket költöztették ilyen, mert ők kaptak egy saját ilyen kétágyas blokkot. Mert volt egy kis sarki szoba, ahol nem volt szomszéd. Akikkel közös volt a WC, meg a zuhanyzó. És akkor ott volt ilyen azért, hogy össze volt tolva a két ágy, tehát volt egy-két ilyen párban élőknek fenntartott szoba. De egyébként bármikor összeköltözhettek szerelmes párok, és akkor azt megengedték, hogy akkor összetolják az ágyat, meg akkor úgy alakították ki. Egyébként a Jász utcához képest, hogy egy évet a Jász utcában is laktam, ez maga volt a Grand Hotel nekünk. Ez a homokbányakon lesz. Menjünk le a pincébe. Hát itt nem tudom, hogy itt szerintem a laktanyába se, annó, mikor még azt használt, hogy nem voltak lakóházak. Hanem szerintem akkor is inkább raktárak, ez a koliba is így volt. Igen. Na, hát itt biztos nem. Itt nem lakóház volt. Az lehet, hogy volt egyébként, mert ugye zuhanyozni lehet sötétbe. Itt a pincége, de szerintem itt raktárak vagy ilyesmik. Igen. Grafitisek már jártak itt, azt látom. Vannak ilyen részek egyébként, ezt már korábban is találtam egy-két ilyet. De hogy ezt miért ásták ki, azt nem tudom. Mert ilyen nagy kürtő az itt nincsen, meg semmi. Ott is van egy szép kis graffiti meg ez. És ez szerintem gyári. Például itt a falon van, ez szerintem már itt volt a laktanya idejébe is. Régi biztosítéktábla. Még olvadó biztosítékokkal. Azokat már kilopták. Hoppá, hát ez itt. Hát jó képes lehetett, de... Hús füstölő? Vagy mi lehetett az ablaton? És itt füstölték a disznóhúst? Hát, ez jó kérdés, hogy ez itt is oda. De hát akkor itt a vége. Hát igen, ebből nem lesz több. És hát kérdök, itt van sportpálya, de hát ez nem az oroszok hagyták itt, hanem ez a kollégiummal együtt épült ide. Sőt, hogyha jól emlékszem, akkor például ez nem is volt meg még 2008-ban, hanem csak a másik, a kosárlabda meg a futballpálya egymás mellett.
De hát ezt majd mindjárt megnézzük. És egyébként itt van kialakítva egy tűzlakóhely is, ilyen szalonnasütést, stb. De igen, az ott van hátul. Hát azt is így bármikor lehetett használni a kollégistáknak. Hát nagyon máshol akkoriban nem járt ide. Mert ugye Koleszon kívül akkoriban nem volt itt semmi. Hát látjátok, és akkor itt van, hogy egyébként ez a Homokszem utca 5, a másik a Homokszem utca 3. Tehát egyébként, és azért is volt érdekes, hogy azt hívták 2-es kolinak, ezt a mélaktam meg 3-asnak, és ráadásul ugye ez az Homokszem utca 5-nél van, az a Homokszem utca 3, tehát még azért sem hívhatták 3-asnak, mert a Homokszem 3, de... Tehát valami, ugye az 1-es kihagyták, ugye az lehetett volna, amit ugye végül mégse csináltak meg Kolesznak, pedig ugye tervben volt. És hát látjátok, hogy akkor is akkor itt volt a sportpálya. Amit ugye, és egyébként valószínűleg régebben ami ez is alakuló tér lehetett, mint a másik. Mert itt van ez a kis paraván, ahonnan ugye a beszéleket mondták el a parancsnokok, meg az ezredesek. Ugye megnézzük közelebbről. Itt van az egyik hangár épület, tehát ezt no, az eltársak itt még tankokat tároltak, meg katonai járműveket. De később, ez már akkor volt, amikor én is itt voltam kollég, és alakították ezt ki ilyen bulizós helynek, hogy hát itt ilyen rendezvény, stb. Is átadnak, tehát itt voltak ilyen koleszos bulik. Hát télen kicsit azért problémásabb volt, mert nem nagyon lehetett befűteni. Hát ezeket később adták ide, ezeket a kis árnyékolókat, hogy valamennyire leszigeteljék, de hát túl sok sikerrel nem lehetett. De voltak itt egyszer-kétszer itt különböző bulik, tehát itt volt a DJ pult mindig, innen ment a zene, és egyébként volt itt sokszor még italmérés is, amikor tudtak engedélyt szerezni, hogy a székek meg azért még ott vannak, és padokban stb. Minket letettek meg, hát mondom, amikor még azt hiszem évente egyszer volt disznóvágás, ilyen koleszos fajta, be kellett valamelyet adni minden kollégistának, akkor a voltak, akik ott levágták a döfit, feldolgozták, és akkor ilyen sült kolbász meg, ezért azt porciózták ki, és akkor itt lehetett megenni. Hoppá, diszkógömb. Na ez például az új szerzemény, meg ott van egy ilyen, úgy látom, egy ilyen szúnyogírtó lámpa. Hát néhány liter alkoholt, meg néhány kiló sült kolbászt azt itt elfogyasztottam a kollégista éveim alatt. De hát itt úgy látom, nem változott semmi. De azért ezt jól látni, hogy ez megmaradt. És még mindig használják. Nekem ez most nosztalgia, hogy ismét itt vagyok. Hát ez meg valami előző bulizás maradványa lehet, ami itt maradt. Szóval majd elmentünk ott a 2-es vezé, vagy ott a 2-es, vagy a 3-as kori között is. Ugye majd azt is meg tudom mutatni, hogy hol volt a szobám az egyik. Ugye laktam egy évig a 621-be, meg az 504-ben, meg az 508-asban laktam. Hát egyébként azért véletlenszerű volt akkoriban, hogy melyik szobában laknak. Azt lehetett kérni, hogy kivel rakjanak egy azért blokkba vagy szobába, de azt sem mindig vették figyelembe. Amikor általában figyelembe vették, csak hát ugye, hogyha valaki többen is beírtak, akkor már ugye valahol lakni kellett. De nem ők engem ugye másodikban véletlenszerűen osztottak be valaki mellé, aztán utána ugye... Miután már egymást elbírtuk viselni, akkor már így beírogattuk minden évben, hogy akkor legyünk egy szobába, és akkor ezt így mi mindig meg tudták oldani, szerencsére. És egyébként itt volt egy vizes blokk volt kialakítva. Egy női WC, férfi WC, meg talán egy zuhanyzó is volt itt. Most így, ezt pontosan nem tudom, de az biztos, hogy itt WC volt. Hát legalább ezt is akkoriban még hasznosították. Hát az igen, az a másik volt a férfi mosdó. A másik meg azt hiszem, hogy zuhanyzó volt, de azt most ezt nem mondom biztosra, de én úgy emlékszem, hogy ott meg zuhanyzó volt. És hát ez volt ugye, ez volt a 3-as koli, ez volt egyiket a modernebb, ezt aztán 2001-ben adták át a 2-eset, a 3-asat meg 2002-ben, én meg 2005-től lakok itt, vagy laktam itt. Na hát ugye most már lakok itt, de akkor ugye 2008-ig, 2005-től itt laktam ebbe. Tehát még ez volt a modell, még nem sokba különbözik. Azt amit annyi volt, hogy a 3-as koliban már minden szobában volt füstérzékelő, a 2-esben pedig még nem. Ott később kezdték el felszerelni mindenhova a füstjelzőket a szobába. Itt a 3-asban már volt, tehát ez a ne dohányozz a szobába, az émű dolog volt, hogy mindenhol volt füstérzékelő.
Szóval ami azonnal beliasztott, hogyha ott rágyújtott valaki. A hármasban pedig nem, tehát ott még, vagy a kettesben ott még azért előfordult, hogy volt, akik bencigiztek a szobában, mondjuk nem volt szabad, és büntélyát érte, ha elkaptak, de hát volt, aki nem bírta ki, hogy átmenjen. Pedig akkoriban még minden második szinten volt egy dohányzó, a bármi szinteken volt egy dohányzó. Hát ugye most már nem lehet dohányozni bent, úgyhogy most már épült oda egy kis kuszkó, és ott van a dohányzó. Meg azóta épült egy fedett biciklitároló, és nagyjából ennyi változott. Hát és ott volt a kocsma, ami időszakosan volt nyitva, a Jadinak a kávézója, ugye, mint ott is rendszeresen mulattuk az időt. Az remélhetőleg megmaradt most is, csak ugye most hétvége révén is nyitva. Köszönöm, itt van a másik sport, meg itt van ez a buszmegálló, itt az égből, mert itt végebb beszéltem, még a Latonyi idejében alakuló tér lehetett, és akkor innen mondták el a beszédet, akinek az kellett, a katonák meg itt álltak föl sorba, és akkor hallgatták. És egyébként ott az egy 4 emeletes, ilyen tipikus rendes panelház volt. Hát úgy láttam, hogy akkor azt is felújították, de hogy mi, de azt majd megnézem közelebbről. Az pedig, hogy engélkedő volt a laktanya idejében. Tehát én még voltam benne Ulbex-elni. Még ilyen 2005-től 2008-os közötti időszakban többször is. De hát akkor szerint azt is felújították és kezdenek vele valamit. Hát meglátjuk, majd közelebb megyünk és megnézzük. És ez pedig szintén egy ilyen azért szállóépület volt, tehát ezt később alakították ki tudásháznak. Ez már bőven nem akkor, amikor én ide jártam. Még rá 1-2-3 évvel kb. Úgyhogy azóta nem voltam, mert nem tudom, hogy ez milyen, de most sem tudom, mert nem hiszem, hogy ilyenkor nyitva lenne, meg hát... Ezért, hát majd egyszer megnézem, hogy pontosan mire használja a főiskola, de van. Vagy hát most már egyetem, mert ugye most már Kecskeméti főiskolából is Neumann János Egyetem lett, tehát azért mégis csak eltelt több mint egy évtized, sok minden változott itt. De nekem ez csak azért nevezetes ez a 4 éves panelház, mert itt próbáltok ki először a füstbombát. Ott a középső, ott úgy volt, hogy 3 lépcsőház volt egy ilyenben, és a középsőnél volt egy vaslétor, ki lehetett menni a tetőre. És akkor csak onnan ugye fotóztunk körbe, meg többé, és egyszer kipróbáltuk azt, hogy összekevertük egy kis műtrágyát, meg cukrot, és begyújtottuk. Itt volt a kálium nitrát műtrágya, azt ugye egyik évfolyamtársam hozott otthonról, mert ilyen gazdálkodók voltak. Meg ugye vettünk a boltba cukrot, és akkor azt összekavartuk, azt hiszem, ami 6-4 arányba kellett azt összekeverni, hogy valami 60 gram kárium nitráthoz 40 gram cukrot, vagy fordítva. Aztán egy gyufával begyújtottuk, és akkor ilyen hatalmas nagy ilyen füsttel égett. Ilyen sűrű, nagyon sűrű füsttel. De azt itt próbáltuk ki először, amikor még ilyen pirózási kedvünk volt. Szóval én mondom, ez a gyengélkedő volt, tehát ott még a beteg ágyak, meg a pricsek azok itt benne voltak. Érdekes, igen, mert itt régebben földút volt, elemészem, mert párszor sétáltunk rajta, amikor azosan ma mentünk ki. Szerintem itt, igen, és akkor ott lesz egy bejárat, itt lebetonozzák. Szóval út, és a villanyvezetéket is, ugye itt úgy látom, a föld alá vitték, itt végig voltak a póznák. És a trafóállomás az ott van, amit szerintem az egész Laktanyát ellátja áramban. Vagy hát régebben ellátta, és akkor hát most nyilván akkor elég lesz a lakóházaknak is. Hát ki tudja, hogy oda szokit mit csináltak, ami ezek ennyi áram kellett, de hát annyit a lakosság sem bír elhasználni szerintem. Hát ugye tankokat már mindent tároltak, de... És hát itt a másik felújított 4 emeletes, aminek a másik oldalát már megnéztük. Úgyhogy azért, meges, hogy... És akkor végig, és akkor ezt is felújítják, akkor azért... Lesznek itt, de hát végre valamit kezdenek ezekkel a régi épületekkel. Tudom, hogy emlékszem, hogy itt még a fák is kinőttek, meg a háztetején is már fák nőttek ki. Úgyhogy azért ez jó, hogy itt akkor mégis csak hasznosítják valamire. És akkor itt van egy kétszintes helyiség, amiben jöttünk, vagyis hát épület inkább. És épp hordtaszolgálatot már láttuk, ugye itt lehet fölmenni az emeletre. És a laktanyához tartozott, de hogy mi volt pontos, azt most nem tudom. De itt lehetett a vizes blokk. Aha, hát itt... Két fülke volt, egy WC. Hát itt is valami szerintem itt meg zuhanyzó lehetett. Hát, nézzünk szépen errefele. Vizes blokk, az hát. Itt meg szerintem közfalak is voltak. Ja, nem, ez a portás fülke volt, ez biztos. És hát a portásnak így helyisége. Hát ott meg volt egy befalazott ajtó, de hát ezt még az oroszok falaszták be, amikor itt még laktanya volt.
Meg szerintem egy konnektor lehet, tehát itt van, megvan a piros földelő vezeték. Ez igen, és szerintem valami irodák voltak. Pontosan nem tudom, de akkoriban mondom, amikor még itt voltunk kollégisták, és rendszeresen így mászkáltunk be ilyen épületekbe, akkor össze lehetett szedni ilyen régi honlapokról, meg mindenről, hogy melyik épület mi volt. De szerintem ez a lista már nincs meg. Régi fényképek még viszont meg, még a Mighty Parkban tudom, hogy egy pár kép megvan, de néhány század azért fölpakoltam. Úgyhogy azokat még mindig el lehet tölteni, ha nem is a legjobb minőségben, de legalább megvan. És ott szemben van egy ugyanilyen épület, de viszont az már megközelíthetetlen szerintem, mert ott a sittekkel eltordaszolták, talán a másik oldalt még be lehet menni. Hát majd megnézzük, hát ha sikerül. Mellettünk meg az étkezde van. És akkor menjünk fel az emeletre. És nagyon nem emlékszem, hogy mi volt itt. De hogy jártam már itt, az biztos. Itt is vizes blokk van az emeleten. Elég szépen szét is kapták. És itt még megvan a vaslétra. Úgyhogy még a tetőre is ki lehet menni. És itt is valószínűleg irodák vannak. Megnézzük. Aztán majd kimászok a tetőre is, hogyha sikerül. Hát, itt nem tudom mi volt, de itt voltak konnektorok is. Hát. Ez a régi tapéta. Itt még megvan ez. Ez tipikus ilyen szocialista. Ja, itt is. Belesünk itt ez a szocialista. Kis maréki szocializmus. Megnézem, hogy mennyire masszív az a vaslétra, és hogyha úgy tűnik, akkor kinézek a tetőre, hogy mi a helyzet ott. Hát lehet egy pár panorámaképet csinálni onnan. Na, akkor ezt nézzétek. Sikerült kijönni a tetőre, ott azon a lukon. Itt nem lopták el a vaslétrát szerencsére. Kétszintes, amelyik megmaradt. És azt nézzétek, hát ott már kinőtt egy azért kisebb bokor is, vagy már ugye a fa is az épület tetején. Egyébként a négy emeletesnél is ez volt egyébként, az épület tetején már nőttek ki a fák. Mint ahogy itt is, hogyha megnézitek. Úgyhogy ez még jobb. Arrafele van a lestár, az a piros tetejű az a lestár iskola. És arrafele vannak még panelházak, most már abból is már a többet megcsináltak. Lakóháznak. Akkoriban még 2008-ban még csak kettő volt, vagy három talán, amiből lakóház volt. És arrafele van még két ilyen zálóépület, vagy három, meg ott van még egy kétszintes, meg mögötte az alakuló tér, meg az étkezde. Ez az épület van a busz megállóval szembe, a buszfordulónál. Hát itt is van minden, és itt van egy ilyen hatalmas nagy hodály, ha jól emlékszem. Übert fata, így van. Ezért van egy pár jó graffiti. Hát, itt meg csak sötét. Hát itt semmi érdekes nincs. Hoppá. Itt van még valami. Klatty. Itt a másik része.
látjátok, akkor ez volt a régi, ez a legnagyobb alakuló tél a laktanyába. Hát most látjátok, hogy a vezetésetikai pályának használják. Egyébként már régebben is így volt. Meg így a kollégisták is szoktak ide járni, driftelni. Meg ez még akkor ezt le is zárta valaki, ez régebben nem volt így lezárva. Hát ez a füredi autós iskola, ez ezt kisajátította magának. Régebben ez nem volt lezárva, viszont ide jártak rutin pályára. Folyamatosan, tehát ez jó. És hát ott is látszik a távolban az emelvény, ahonnan szónokolt az illetékes a katonáknak. Ja, ami meg akkor az az épületet, és akkor ott oda kiraktak egy logót, tehát valószínűleg akkor az is valakié már. Hát azt szerintem régen a konyha volt, mert ugye ott volt az étkezde. Hát ott volt mögötte még volt mondjuk egy csomó ilyen, ezért ilyen sózott hering, hogy ki volt így bodogatva egy hordókba. Jó büdös volt. Hát aztán reméltek eltakarították. Hát ez se semmi. Na, nézzünk be. Hát ezek is valami irodák lehettek. Na, hogy ez mi lehetett? Jó kérdés. Hát itt is a villanyvezetékek megvannak. Már ott téglákat, azokat már aprították meg a vakolatot is. Akkor mi van még itt erre? Szóval vannak graffitik itt már azért, ezért mondjuk érdemes ide bejönni. Hát akkor... itt is egész... A graffitisek megtalálták, ez közelebb van az úthoz. Úgyhogy... Meg valószínűleg nagyobb a fal felület. Nézzünk be ide is. És éppen megy vissza az egyes busz a Noszlopi parkra. Na látjátok, ez az igazi Urbex, itt már lyukas a tető. Potyog itt be minden. És már itt nő ki a növényzet. Hát erre nem megyek rá, mert nem biztos, hogy most már megbír. Itt azért már meggyengületett a födém, ugye az eső is áztatja. Úgyhogy itt csak óvatosan. Ugye, ez is látszik, hogy közelebb vagyunk a tetőhöz, hát úgy látom, nincs semmi. Hát errefele még elmehetünk, igen, mert itt azért már vigyázni kell, tehát itt áztatja a víz a födémet, úgyhogy ha nem muszáj, akkor nem megyek rá. Ki tudja, hogy mekkora a teherbírása, vigyázni kell már. Meg hát, hogyha nincs bent semmi, akkor nem érdemes bemenni. Nézhetünk, de igazából itt sincs semmi érdekes. Hát látjátok, itt ennyi, hogy az ajtókeretet is ellopták. Meg az ajtófélfát is, tehát... Az érdekes. Hát hogy az fából van, azt valaki ellopta, gondolom, tüzelőnek. Hát téglákat azt meg nem, az majd csak később, amikor téglánként hordják szét az épületet. Na, igen. Arra is volt például a Szemeletelepi vasútállomás, az így tűnt el. Hogy mire lebontották, ma addig maradt belőle valami. Hát akkor mehetünk is kifele, itt már nincs más. Hát látjátok, egy épület, amit birtokba vett az autós iskola. És hát azóta ugye elkerítették itt a részt, és ők használják. Ott van szembe az étkezde, és látjátok, hát itt van még az a három régi épület, és ott egy a sarkon, amit azóta felújítottak, és lakóházként funkcionál szintén. Még ezek közül meg lehet valamelyiket nézni itt a három közül. Bár ők ugyanolyan, mint a többi. Másik épület így, ami elbújt a gazba. Hát, itt nincs semmi. Vagy legalábbis semmi érdekes. Aha. Hát itt aztán még lehetnek. Hát
lessünk be. Valahol egyébként itt az étkezdénél volt egy hely, ahova rengeteg ilyen, azért ilyen sózott hal volt így kibologatva. Valószínűleg az már nincs meg, azért szerintem volt ahhoz elég üdös, hogy 12 év alatt az valaki. Nézze, hát szintén vizes blokk, még megmaradt a WC tartálynak is egy része. Hát itt meg hát ott meg az út, ami kifele. Jött a, tehát itt a villanyvezeték így lóg a... Na, hát, na nézzünk ide be. És itt be vannak falazva az ablakok. Hát hogy ez ki és milyen megfontolásból falazta be, azt nem tudom. És akkor itt vagyunk az étkezdébe, vagyis hát annak a konyhájába valószínűleg. Tehát itt látjátok, hogy... Jobbnál jobb grafitik. Na, még elfele elnézünk. Amúgy az a konyha volt, meg a mosogató. A kajáldába. Hát, ez a végig lecsempészet. Meg ez a rengeteg autógumi. Igen, ez az étkezde volt. De majd ezt a másik oldalról megnézem. Hát itt is én. Üzemi konyha. És egyébként itt voltak a... Jól emlékszem, itt voltak azért a halak kibologatva. Több hordónyi hal, ez még, azt hiszem 2008-ban ez még biztos, hogy itt volt. Még emlékszem rá. Nem tudom, remélem, hogy a fényképet meg tudom volna találni. Hát ugye akkoriban csak ilyen nyomogatós Nokia-m volt, meg egy Gengusz fajta kompakt digitális fényképező, ami akkoriban haldoklott már. Egy valamilyen Canon kis szappantartó. Úgyhogy sok értékelhető képet nem tudtam vele csinálni. Ez rengeteg autógumi. Ezek korábban nem voltak itt. Hát van egy-két graffiti itt is, de én más nem. Hát ezek ilyen konyha és csatolt részei. Hát meg ez a rengeteg autógumi, ez se volt itt korábban. Hát valaki ide hordta a szemetét. Itt volt egyébként a kajálda, hiszen. Ez az elég nagy hodály volt itt. Hát látjátok, itt aztán van minden. Ez is az jó, hogy lassan felveszek annyit, hogy elfogyok. Hát igen, egyébként itt megizélt, ezt drifteltek itt egy páron, az látszik. Itt a nyomokból ítélve. Igen, ott jön be az egyes. Hát ez volt a régi nyomvonala egyébként az egyesnek, az itt, azt majd kimegyünk, akkor megmutatom, hogy hol járt az egyes. És akkor itt vagyunk az egykori étkezde előtt, ja, ez itt van erre, és itt az egyik ilyen régi ízét, szállóépületet megcsinálták lakóháznak, vagy valaminek biztos, mert fel van újítva, és hát ott három nem, de... És itt is ezek is ilyen épületek voltak, itt ez mind a laktanyához tartozott, és ezek üresen álltak. Még 2008-ban.
És akkor most az, azt ott elkezdik most csinálni, ott, ott többet pedig már át is adtak, és valószínűleg laknak is benne. Úgyhogy már nem is. Az egyes busznak a nyomvonala is megváltozott közben, hogy az Osan felől járt be, mert régebben így ment, hogy itt kiment egyenesen, megállt még ott a Lestár iskola előtt, aztán ott az autósárdánál, ott a fordulónál, ott a Karamánkosban van, és úgy ment vissza az Izsákira, mert meg visszafelé is így jött. Hát most pedig már ezen a nyomvonalon jár, hogy áthelyezték oda a busz megállót, az egyiket, és ott befordul balra, ott, a, ott, ott ahol az autó jön ki. És ott, ott megy ki az Osan felem meg az Izsákira. Akkor, akkor itt látjátok a fejlesztést, ez a Bodóka Park, és bizony ezek is üresen álló épületek voltak, amiket így elkezdtek felújítani. És akkor hát látjátok, hát már, már alig van, és már azt is csinálják. És akkor majd, és nézzünk el erre, mert ott, ott van egy Katica bogár, ami engem nagyon érdekel, hogy az mit keres ott. És itt is valami, Bringa Park, aha. Ja. Itt is épül valami. Ott az az épület, pedig a Lestár középiskola. Az már korábban is megvolt. És akkor csak lehet, hogy azt is bővítik, vagy nem tudom, vagy épül mellé még egy szintén, de ezek itt mind felújítottak, tehát látjátok, hogy ez az épület is ugyanúgy nézett ki, mint a másik kettő mellette. Hát ezt is szintén megcsinálták. Akkor lássátok, feleim, ez egy munkásszálló lett. Ez az a felújított épület, amit az előbb mutattam, csak most akkor a másik oldalát is megnéztük. Hát itt mellette ez meg szintén ilyen régi szállás. Látjuk, hát akkor menjünk el arra. Tehát nézzük meg, egyébként azt mondjuk el kell még mondani, hogy itt az oroszok azért rengeteg laktanyát építettek maguknak, így amikor még ugye itt voltak. Nem csak itt Kecskeméten, hanem van a Kunmajdodáson, Szentkirályszabadján is, meg Kiskunaszházán is ilyen elhagyott laktanya. És amikor kivontak az oroszok, akkor ezt mind ott hagyták épületestől, mindenestől. És egyébként akkoriban volt egy ilyen történet, hogy kértek tőle áttérítés az itt hagyott ingatlanjaikért, meg minden egyéb dologért, amit ugye itt hagytak. Sokszor még berendezési tárgyakat, mert semmit majd nem tudták magukkal vinni, és itt hagyták. És akkor a magyar állam meg erre azt mondta, hogy úgy oké, de a sok károkozást, amit csináltad, a környezetszennyezéstől kezdve minden, mert ott ugye tárolták a szabadba azért a gázolajat, mindent, és akkor így összes talaj el van szennyezve, mert az ebbi, hát akkor amiatt ők is kértek, aztán végül megállapodtak, úgyhogy senki nem fizet semmit. Na, akkor nézzük ez a Katica. Hát nem tudom mi az a Katica bogár itt, de majd mindjárt közelebb megyünk és megnézzük. Hát azért itt is látjátok, hogy hát szépen ide hordták a sittet. Meg gondolom, hogy termeltek itt ki földet mindenhonnan, tehát az árkot is valahol kiásták. Itt építkezésnél, tehát hát itt ezt ide hordták. Hát ott megépült egy ilyen skatepark is. Hát majd megnézzük azt is, itt közelebbről. És még ott is van egy felújított épület. Nagyon beindult itt a fejlesztés. Akkor Katica bölcső, de hát ez is. Amik ez valószínűleg új építésű, bár lehet, hogy amennyire lehet felhasználták itt a régi épületet. Annyi épület állt itt üresen. Szóval, amit lehetett, biztos, hogy használtak, de itt lehessen tudni. Lehet, hogy egyet-kettőt el is bontottak, mert olyan állapotban volt már, hogy nem tudtak vele mit kezdeni. Hát ezt így pontosan nem tudom, de hát akkor egy bölcsőd épült. De ott meg lehet, hogy ez egy óvoda, vagy nem tudom, mert kicsit közelebb megyünk. Szóval még zászló is van. Na, hát van, mindjárt kiderül. Ja. És akkor ja, itt van egy tábla, akkor mindjárt megnézzük, hogy Széchenyi terv, igen. Négy csoportos bölcsőde építése Homokbányán, igen. Hát akkor ez vagy már elkészült, vagy elfog. De mindesetre akkor egy bölcsőde. És ott a háttérben van egy kijevi panel, na az viszont még megmaradt. Azt meg is fogom nézni, mert az érdekes. Ez egy csoda bogár nappali intézmény. Itt is vagyunk, és akkor még elnézünk erre. Nézzünk be akkor ide. Az itt is az egyik régi üresen álló épület, ami még megmaradt. Hát igen, így 12 év után visszatérni ide. Aztán még van, amire így még azért így emlékszem, meg így beugranak az emlékképek, hogy hol mit találtam annól, de valamiről meg nem.
szintén a grafitik miatt érdemes ide jönni. Hát azt a két régi szálló épületet azt csak azért nem nézem meg, mert egyet már megmutattam egy videón, és hogy azok tök, hogy ugyanolyan a többi maximum a grafitik miatt lehet más, de... És itt is látjátok, hogy beszakadt a tető itt is. Azért itt ma amortizálódik az épület. De hát ezekben még van anyag, sokat kibírnak. És lassan nem elül a kamerám aksia. Filmeztem már, hogy másfél órát az Excel-in, mert annyit még egy aksival kb. Bírnia kell. De nem baj, hoztam magammal a töltőt. Hát itt egy másik. A tető beszakadt, és már itt nő a fa, benn az épületben. Hát ez a... És akkor sikerült bejutni néhány szúrósakác leküzdése után egy másik épületbe. Ott, na, Pokémon Go! Mondjuk ezt a Pokémon Go, azt mondja, hogy az egy oké, ez még tényleg az a tehát, mondjuk ez így, és a képzőben kintkártatok ebből, nem tudom, hogy így adni. És akkor itt bejöhetünk emelre. Vagy fotó. Hát igen, a kábeleket itt is szaggatták ki a falból. Ja, én is szaggattam már, amíg konektálom tűnve. Oké, na. Na. Mr. Bukta erre járt, vagy valaki más. AK-26. Vagy hát végül is közel van a bölcsöde, meg lehet jó oda is van, tehát akkor valamelyik Mr. Basta fan az ide kijöhetett. Hát akkor nézzünk szét az emeleten is. És akkor nézzünk el erre is. Hát itt van egy ilyen teraszszerűség is, hát itt meg tűzrakóhely. Legalábbis valaki annak megcsinálta. Hát, itt erre már nem találunk semmit. Hát, nem tudom, mi minden van még erre, de szerintem itt már túl sok mindent nem lesz. Hát, na. Hát ott van egy falazott ablak, de szerintem azt még, amikor laknia volt, akkor falaszták be. Az egyik lejáró az itt van, amire, és emlékszem, volt itt több is, csak hát az eltüntették a nyomait. Itt a építkezésekbe. Valami kazánház lehetett. Csak a berendezéseket már elvitték. Még emlékszem olyanra, ahol meg voltak ilyen hatalmas nagy tartályok, meg mindenféle csövek, meg elzárócsapok, meg minden volt ott. Csak... Hát lehet, hogy itt az építkezéseknél azokat elintézték. Vagy már korábban ellopta valaki. És akkor arrafelé van ott az egyik ilyen panel, az új dátum még. Ugye lakatlan, viszont a másikat elkezdték megcsinálni. Meg a mellette lévő azért négy emeletest is. Tehát ez is építési terület már, tehát ezt is elkezdték felújítani, ezt a kijevi panelt. Nyilván zárókat kiszedték mindenhol, ugye le van zárva,
mindenhol a lépcsőházak. És, hát, kéne, és belülről is teljesen lecsupaszították, csak az alap maradt meg. Tehát akkor ezt is fel fogják újítani. Hát a mellette lévő panelt azt pedig már felújítják, itt már laknak. Tehát gyakorlatilag még 2008-ban így kettő volt ezek közül lakott, amelyik a Lestár mellett volt, ahogy jött az egyes busz, az nem, és a mögötte lévő kettő. Az volt lakott. Most már lesz egy minden, és a másikat megújítottam, meg is csinálták. Akkor haladjunk tovább, nézzük meg a többit. Első közös volt, igen, akkor ez még az egyik első közös volt, amit megcsináltak 2001-ben. Ez viszont már mostani, hát látszik, hogy itt már le is van szigetelve a ház. Ott a kijevi panel. Csak akarom mutatni a kamerát, hogy ne zavarjon be a szélzaj, mert most pont arról fúj. Ja. És így a KGB rendszámú autóval pont illik. Felújított kijevi panel. Hát akkor itt áll egy magánbusz is, és ez volt régen ugye a GMO, itt a művelődési központjuk a laktanyának, és itt volt bent egy színházszedem is, arra még emlékszem, de hát akkor már ez is le van csupasztítva, tehát szerintem a berendezést elvitték. Plusz itt rengeteg orosz jelvű újság volt, meg ilyen civil betűs feliratok mindenfele. De hát akkor gondolom, hogy azokat is már elvitték, hogyha itt szerintem, mert valószínűleg ebből is lakóház lesz, mert az látszik, hogy valamit kezdenek vele, mert körbe van kerítve, és elkezdték felújítani. Akkor már csak egy utca maradt, ahol nem járt. És mellesleg korábban még ez is lakatlan volt, és ezt is nemrég újították föl. Hát mondjuk 2008 után, az nekem nem régen, de eddig be akkor jártam itt nagyjából utoljára. De hát azért haladnak, és elég sok épületet megcsináltak. És látunk itt egy Mercedes-Benz táblát is, tehát lehet, hogy itt a Merci gyár nyúlt ide bele szolgálati lakást kérnek a hasonlóknak. Egyébként logikus, de legalább kezdenek vele valamit. Jó, és hát igen. Igen. Hát látják, és a földszinti ablakok be vannak rácsózva, tehát bemenni nem lehet, meg egyébként is lezárt terület, tehát nem is mennénk be. És akkor itt egy új ablakatlan épület, ami nincsen lezárva. Ezt megnézzük, hát ez... Végig nem tudom, hogy mi volt, mert ez már a laktanyának a szélén van, ahol... Nem volt már, meg közben ugye a régi művelődési központ épületét is már elkezdték. Hát itt meg valami emelvény van megint. És ugye arrafele is el lehet még menni, majd ezt megnézzük. Csak azért majd... Hát, te meg traktorgumi. Minden van még erre. Hát errefele meg már szerintem nincs semmi érdekes. Hát igen, itt is ki van törve az üveg. Viszont az épület nincs lezárva. Viszont közelebb meg nem megyünk. Errefele laknak, ide nem megyünk. Akkor itt van. Hát feljöttünk ide. De hát ennyi. Hát kilátás az megvan, de nagyon más nem. Úgyhogy... Még talán egy épület van még arra, azt megnézhetjük, de szerintem nagyon más nincsen. Azért majd még szét fogok itt nézni. Ez volt az épület, amit az előbb néztünk, és itt van mellette még egy. De ez már így a laktanyának a szélén van, tehát ott a dzsumbujon túl ott már a kerítés van, aztán meg már a lakóházak, az már alsó széktónak a lakóházai. De ide még bemehetünk, ezt még lehet nézni, ez szintén ilyen nem lezárt. Hát, hogy mi volt a funkciója, azt szintén nem tudom. Minden. Ugye bemegyünk, szétnézzünk itt is. Nyilván itt is volt portásfülke. Nem, ez itt egy WC.
újság is van, de ezek nem civilbetűsök. Akkor ezeket később hozták ide. Aztán ki tudja, hogy kik és mikor. Na, akkor itt a következő épület, ez csak háromszintes. Itt fel lehet menni az emeletre. Nézzünk is fel. A lépcsőfokok kicsit össze-vissza vannak. Akkor szépen elnézünk erre. Hoppá, hoppá, hoppá. És ott mondom, hogy itt már picivel arrébb elmegyek, ott már lakóházak vannak. Ugye hát addig tart a laktanya. Hát jó. Itt nincs semmi, itt viszont van egy ilyen nagyobb helyiség. Azt mondta, érdemes. Itt még érdemes szétnézni. És látjátok, eddig tart maga a laktanya, ott arrafele háttérben már lakóházak vannak, az már alsó széktó. Ott nagyjából a kandelába, akik ott volt valamikor a betonkerítés, aztán azt már lehet, hogy elbontották. De ott van még egy ház, és nagyjából ennyi, ami a laktanya. Kérjük, tartsák zárva. Akkor még elmegyek a másik irányba, plusz még meg kell nézni a legfelső szintet is. És akkor itt van a legfelső szint. Itt is már nő ki a növényzet, itt is fák nőnek, és akkor nézzük még erre. Ja, hiányzik egy lépcsőfok. Ott arra van még egy ház, aztán gyakorlatilag szerintem ennyi. Ott amerre a nyíl mutatja, arra kell kimenni. Már mi nem itt mentünk ki, úgyhogy majd azért errefele megyünk. Itt van még egy épület, ami esetleg még látogatható, de ez az utolsó, de lefele ott. Az utca végén már nincs semmi. Csak el lehet menni ott a vasútig nagyjából, ahol a területnek a vége van. Hát, túl sok érdekesség itt sincsen. Egy diszperzites vödör, meg egy-két eldobált hülyeség. Hát ennyi. Hát itt sem nagyon van semmi. Nem én tudom. Van. Dispelzítes, meg ott egy féltekes lozipapír. Hát na, az még a legkasztosabb dolog, mert az végszükség esetén még lehet mire használni. Hát erre meg már nincs semmi. Oda viszont meg már nem menjünk el, mert ott lehet, hogy laknak. Amúgy sincs ott semmi. És akkor közben visszaértünk ide a vasútállomásnak, a Kecskemétre, és akkor a homokbányai Urbex túrának vége. Hát ugye
felvettem még egy pár stittet az egyes buszról, amik utaztunk ki, hát még, és esetleg abból lehet, hogy bevágok valamit, de szerintem az egy külön videó lesz. De hát itt most már körülbelül egy pár perc, és megérkezik a vonat, és akkor azzal vissza Pest. Úgyhogy ez ennyi lett volna, és ráadásul nagyon sok épületet felújítottak, úgyhogy még rövidebb is volt, mint terveztem. De hát és egyébként az nem baj, ennek örülnék, hogy végre hasznosítják ezt a rengeteg épületet, és nem csak ott rohadnak ki használatlanul. Hát ez esetve jó hír, hát nekünk egy urbex előknek nem annyira, mert ugye kevesebbet tudtunk bejárni, de hát igazából végre kezdtek vele valamit, hát ők korábban mindig az volt, hogy hát miért hagyják ezeket így végig rohadni, hát lehetne lakóházat minden csendben, hát most csináltak, hát ennek örülni kell. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, hát majd találkozunk legközelebb, valamikor, valamilyen videóban, szerintem az inkább vonalbejárás lesz. Urbex-elni azért ritkán szoktam, vagy legalábbis csak külön úgy, hogy erre megyek. És nem pedig mit tudom, rá akarok menet közben egy érdekes témára és akkor arról. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Na, az a kamera aksijának az utolsó szikráitól hajtva, akkor jósan elköszönünk, mert kb. Még egy pár perc szusz van az aksiba, az még pont elég arra, hogy elköszönjek, úgyhogy sziasztok! Felől a harmadik vágányra, és indul tovább Nagykőrös, Eglét, Ferihegy.